Áldás békesség, Istennek dicsőség. Erősvár a mi Istenünk, dicsőtessék a Jézus Krisztus. Ha egy drámai nap van, sok szempontból is. Siklós Bandi barátom versével szeretnék emlékezni Latinovi Zoltánra, aki ezen a napon, 1976-ban, ezen a napon vesztette életét. Emlékezés a színész királyra. Éltében, holtában megtűrik-e maguk mellett az életben maradottak, a náluk különbet, hatalmasabbat, írta Szigeti Gábor. Búcsúzó napsugarakban fürdik a Balaton szemesi temető, és ebben a túlvilág illatú örökzöld csendben itt állok Zoltán sírod előtt, fénnyel a szívemben, és próbálom még magasra röptetni imám, mely ma oly erőtlen és oly nehéz. Zoltán, ma is hallom mély tónusú, tisztán zengő hangod, amint a szeretet színházáért az önégetés pusztító erejével, hitvallásoddal mondod, a színház a szeretet szerelme, a nemzet életének kovácsa. De jaj, az állomástól idehalló vonatkerekek csikorgó, sikongó zakatája, soha nem múló bánatot idéző, ma is fáj halálba hullásod. És erre jön rá Siklós Bandi barátom másik verse, hogy mennyire összecsengjen Trianonnal. Egyek vagyunk. Trianon ma is fáj, holnap is fog fájni minden magyarnak. Semmilyen hatalom, erőszak, hamisság nem bír erőt venni rajtunk, mert köt a vérünk, apostoli királyi örökségünk. Így vagyunk mi egyek, e szétdarabolt, felszabdalt, meggyötört nemzettestben. Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, erőtlenségükben is egymásnak üzennek. Egyek vagyunk megtagadott jogainkban, megalázott, leláncolt akarásainkban, bölcsőmeleg nyelv édesanyánkban, vihardult, bitorolt, kifosztott otthonainkban, sebzettségükben is életerős tájainkban, szellemi végváraink őrzőinek Sütő Andrási helytállásaiban, és zúdulhat ránk Káin lelkű szemfényvesztők, hamis proféták hada, hullhatnak nagyjaink sorban vétkezni dús lakomájú asztalokhoz. Mi nem ülünk le soha. Urunk, ha sebeinket időnként gyógyítgatnád, luciferi lelkek ránk mért ütéseid megszerídítenéd, vagy ha mégsem, mi maradék magyarok megfogadjuk, akkor is talpon maradunk, mert köt a vérünk, apostoli királyi örökségünk, így vagyunk mi egyek, e szétdarabolt, szétszabdalt, meggyötört nemzettestben. Ámen. Én ennyit tudok mondani, mert amit még mondanék, az nem hiszem, hogy felvehető lenne. De igen, tehát körbe vagyunk véve, nem baj. Azért vagyunk mi ennyien, mert pontosan ennyien kell, hogy legyünk. Ennyi. Úgyhogy áldás, békesség legyen a mi szíveinkben. Meg az a nagy kitartás, amire szükségünk lesz. És remélem, hogy a század csak nem érjük már meg ugyanilyen állapotban. Drága testvéreim, magyarok! A legszebb gondolatomat nektek adom. Így hangzik. Hogy merre visz az utad, a sokszor csak a sors és a végzet sejtheti. Légy bárhol is vándorként az úton,
A legfontosabb érzés legyen mindig fejedben. Senkit nem szerethetsz úgy, mint gyermeked és hazád. És van egy másik gondolatom, amit mindenkinek tanácsolok, hogy fogadja meg, mert ez az igazság. Annak a nemzetnek, kinek földje kétharmadát elvették, azt tudatosan tették. És hogy mi volt az ok? A magyar nemzet megismételhetetlen története, a népek között egyedülálló nyelvezete, s rangon felüli elméje. Köszönöm, hogy itt vagytok. Szerencsére megjött a barátunk tárogatóval, ez a csodálatos hang adjon egy erőt nektek. Még egy barátunk. Június 4-e és 4:30-kor
történt meg a Trianonnak a véglegesítése, de mi most azért vagyunk itt, hogy Trianon nem örök. Nem törődünk bele, és teszünk érte, és megemlékezünk, mindig megemlékezünk. Drága testvéreim magyarok, köszönöm, hogy itt vagytok és eljöttetek. A mai nap nagyon fontos, ez a mai nap a gyász napja, és 99 év óta sajnos egyetlen egy kormány sem állt az mögé, hogy visszakapjuk azt, amit őseink megteremtettek. Mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét, hogy nagy tisztelettel kérjük dr. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökét, dr. Áder János köztársasági elnököt, hogy kezdjék meg az aláírásgyűjtési íveknek a kiadását, és körülbelül 8 millió magyar ember fogja aláírni, és akkor menjünk el Brüsszelbe, és követeljük vissza azt, amit őseink megteremtettek. Még egyszer nagy tisztelettel kérem őket. És ha ezt megteszik, garantálom, hogy 8 millió magyar ember mögé áll, a kormány mögé, és visszakapjuk azt, ami jogosan a miénk. Az egyik legszebb gondolatomat szeretném adni ajándékba nektek, ami így hangzik. Bármerre élsz majd a nagyvilágban, hazád bölcsőjét soha ne feledd, mert ott kaptál életet, ott tanítottak értéket, s onnét indult el az életed. Aki magyar ebben az országban, az a szívére teszi a kezét. És a minap hallottam egy történetet egy 72 éves embertől, ami így hangzik. 1990-ben a magyar parlamentből a fiatal Fidesz párt kivonult. Vajon miért tették? Azért tették, mert Szabad György azt mondta nekik, ha a kisgazda párt előterjesztését elfogadjátok, akkor nagyon nagy káosz és baj lesz Európába. Ezért mentek ki a fiatalok a parlament terméből. Ez egy nagyon súlyos és nagyon szomorú tett, de megbocsátható, főként akkor, mert akkor még 20 évesek voltak, főként akkor, hogyha az aláírásgyűjtéseket megkezdik. Még egyszer nagy tisztelettel kérjük dr. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökét, dr. Áder János köztársasági elnököt, hogy Trianon ügyében becsülettel járjanak el, és kapjuk vissza jogosan azt, amit őseink megteremtettek. Magyarország a magyaroké. Ezt mindenkinek a fejébe kell vésni. És még egyszer, nagy tisztelettel megkérjük dr. Orbán Viktort, hogy Budapesten legyen Trianon múzeum. Én Várpalotáról érkeztem, és ott van Trianon múzeum. De Budapestnek is kell lenni Trianon múzeumnak, hogy minden nemzet lássa, hogy mit tettek a magyarokkal. Ez a föld a miénk. Senki másé nem lehet, mert egyszer eljön majd a nap, mikor megtalálják Attila sírját, státott szájjal nézi majd a világ. Fény derül dicsőséges gazdag múltunkra, mindenki emelt fővel néz majd a hunokra. Bár most még áruhás régészek titkolják a hun király helyét, de a jóisten segítségével a magyarok megfejtik a rejtélyt. S akkor az igazság fényében újra előkerülnek a dobok, s hírül adják a világnak, hogy több mint 1500 éve itt vannak a hunok. A magyarok nem felejtenek. Ezt mindenkinek üzenjük a világba.
nem fogtok nyugodtan aludni. A magyaroknak vissza kell kapnia azt, amit őseink megteremtettek. Köszönöm, hogy itt vagytok, ti bátrak vagytok, és mindazok a magyarok bátrak, akik így gondolkodnak. Mindannyian tudjuk, hogy micsoda nemzetgyilkossági kísérlet történt tulajdonképpen 1920-ban Trianonban. Könyvtárnyi irodalma van ennek történészi szempontból, szépírói szempontból és mindenféle szempontból, amit mi maroknyiak nagyjából valamennyien tudunk. Órákig, napokig, hónapokig lehetne idézni szebbnél szebb dolgokat, hogy a magyar embert hogy szíven ütötte ez a dolog. És mégis nagyon egyetértek az előző, előttem szólóval, aki megfogalmazza, hogy igen, nekünk nem külön utas megoldást kell találnunk ennek a hatalmas nagy országot érintő és nem politikai kérdést jelentő ügyünkre, sebünkre, hanem igenis oda kell állni a magyar kormány elé, és kérnünk kell. Igaz, nem először kérjük, de tudjuk, hogy mennyi probléma van a nagyvilágban, és tudjuk azt is, hogy mérlegelni kell minden pillanatban, mit lehet és mit nem. Ez a 100 éves évforduló, ez igenis kötelez bennünket. Ma még csak a 99. de mondhatnám, hogy az utolsó óra, utolsó percében vagyunk. Azt mondja az írás, hogy zörgessetek és megnyittatik az ajtó. Hogy kérjetek és megadatik. Hisszünk benne és higgyünk benne, hogy így is van ez. És valóban, hogyha ezt egész magas szintről lehet megtámogatni ezt a közös nemzeti ügyünket, akkor biztos, hogy sokkal nagyobb lesz a sikere ennek. Balczó András szokta mondani, hogy mi hiába kérjük az Úristen segítségét, hogyha ilyen kevesen vagyunk. Legyünk őszinték. Mennyi a keresztény magyar, a hitét gyakorló mai keresztény magyar ebben a kis hazában? Jó, ha 10%. Hányan vagyunk, akik odaállunk egy olyan ügy mellé, hogy legyen vége ennek a nemzetgyilkosságnak, ami az anyaméhben folyik? Hogy évi 30 000 kicsi gyermeket tesznek el, mai napig is. Ennek a Trianon ügynek is, ha én jól tudom, az aláírásgyűjtés eddigi menetét, talán 300 000 ember volt, aki nevét adta ehhez a dologhoz. Sokan vannak itt, akik gyűjtötték az aláírásokat, magam is segítettem egy időben. Kevés, kevés. És még egy dolgot szeretnék mondani. Elég volt a busongásból. Elég volt abból, hogy örökké a sebeinket nyalogatjuk. Elég volt a szép szavakból. Én nagyon egyet tudok érteni ezekkel a zászlóra való feliratokkal, hogy nem soha, meg mindent vissza, meg vesszen Trianon, de higgyék el nekem, hogy ez mind semmit nem ér.
a szép szavak mellé, vagy azok helyett inkább tettekre volna szükség. Tettekre, amik tudnak változtatni ezen a mai helyzeten, a mi helyzetünkön. Reményik Sándor írja olyan szépen az egyik versében, hogy így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen. Sót párolunk és vásznakat szövünk, s még kisebbítnek, lassan megnövünk. De kérdezem én tőletek, önöktől, hogy hogy tudunk mi megnőni, hogyha az úgynevezett családi gyermekszületési ráta, milyen ronda szó, az olyan 1,52 körül van. És ez már egy nagyon szép eredmény ahhoz képest, hogy mi volt az előző változás idején, tehát 2010-ben, akkor 1,2 volt ez a szám. Hát lehet-e így megmaradni? A Földnek a leggyönyörűbb szobájában, amit Kárpát-medencének hívnak, lehet-e így megmaradni? Van-e hitünk arra, hogy a gyermekeket, akiket világra hozunk, fel is tudjuk nevelni? Egyáltalán van-e hitünk arra, hogy gyermekeket is elfogadjunk az öröm mellé, amit ez a sok szép magyar nő ajándékoz nekünk, és fordítva is természetesen. Ezeken a dolgokon kéne nagyon alaposan változtatni, és még egyszer hadd soroljak egy pár ilyen dolgot, ilyen okos gondolatokat. Vas Albert mondja például, hogy nem a búsulás menti meg az embert, hanem a cselekedet. Nem a gyász, hanem a feltámadásba vetett hit. Nem a szép jelszavak, hanem a cselekedet. Nem a sírkő, hanem a bölcső. Nem a folytonos pesszimizmus, hanem a pozitív gondolkodás. Ahogy Tamási Áron és Vas Albert írta egy helyen, hogy úgy megnyertük ezt a háborút, hogy a végén egész Romániát hozzánk csatolták. És ha így haladunk tovább, ahogy most kinéz, akkor lehet, hogy egész Európát hozzánk fogják csatolni. Csak pozitív gondolkodás kérdése. Klebelsberg Kuno, akinek több mint 5000 kisiskolát köszönhettünk az akkori Magyarországon, kedvenc olvasmánya volt az András a szolgalegény című írás. Ebben van egy nagyon klassz négyszavas mondat, amikor a magyarok szorongattatását és kényszerű pusztulását akarták elénk vezetni, azt mondja ez az egyszerű ember, hogy élünk ám még cimbora. És egy ugyanilyen négyszavas mondat, kicsit olyan Petőfi ízű, hogy azt mondja, él a magyarok istene. Szóval ebben a négy szóban benne van az az erős, elszánt, megrendíthetetlen és optimista ember egész testi-lelki rajza, és benne van az egész optimizmus, a maga bölcseleti, erkölcsi, társadalmi és emberi összes vonatkozásával. Benne van a diadal, a kiállott betegségekkel, az öröm, az új élet pirkodásával, a gúny, a sors mostoha szándékaival, a lenézés, az élet apró és nagy kellemetlenségeivel szemben. Benne van a természetes és józan ember bölcs igénytelensége, hogy az élet a legfőbb jó, és már magában véve az, hogy élünk, mindent pótolni tud. A puszta lét
már maga mennyei boldogság, égi adomány, isteni szerencse, amit jókedvűen és hálásan köszönni, köszönteni illik, amivel lehet és szabad büszkén eldicsekedni, amivel rá lehet építeni az emberi boldogság összes illúzióit. Tudjunk róla, hogy háború folyik most is a világban, itt közöttünk is, és nem árt, hogyha eszerint viselkedünk. Ezek a háborúk, ezek ma már más eszközökkel folynak. A marxizmusnak már nem politikai és gazdasági eszközeivel, hanem kifinomult kulturális eszközeivel. Nem véletlenül akarták, ugye, az előző kormányok idején éppen a kultúrát is magukhoz kaparintani. Az úgynevezett frankfurti iskola, tudják, a Lukács György féle, az általa kitűzött 11 stratégiai céljának fokozatos, csendes, lopakodó, sunyi megvalósításával. Vagyis a hagyományok, a család, a házasság, a keresztény vallásosság, a jogrend, a szülői és nevelői tekintély, a nemzeti önazonosság, a hiteles tájékoztatás aláásása mellett, és ezzel szemben az alkohol, a kábítószer, a szexuális devianciák, a bevándorlás, a teljes tudatzavar támogatásával. Aki pedig mindezek hátterére, okozóira rámer világítani, akinek homlokán ott vigyázatlankodik a gondolat, azt bele kell süllyeszteni a gyűlöletbeszéd kivéthetetlen mocsarába. Nem akarom itt végig magamnak ragadni a szót, nagyon sok mindent tudnék, és azt mondta Csaba barátom, Nyers Csaba, hogy még lesz alkalom a szólásra. Ne nyugodjunk bele Trianon átkába. Küzdjünk tettekkel. Nem tudom, hányan mondhatják el, hogy mondjuk van annyi gyermekük, hogy jut nem csak apának, anyának, hanem jut a hazának is, netán az egyháznak is, netán jut az elszakított területekre is. Hányan mondhatják el maguknak, hogy házat és telket ott vesznek? Nem itt, ott. Sokkal könnyebb és sokkal dicsőbb dolog. Ezt kívánom önöknek, Isten áldja az egész hazát. Trianon. Ne fogd le pörös szádat, ha a szót hallod Trianon. És ne csitteg le embertársadat. Így nagy gyalázat csak a magyarral esett, s a zsákmányból Európa részesedett. Ne járj, mint tolvaj a kertek alatt. Nem te loptál, tőled loptak azok, kik szégyelve tettüket, útálkozva fordítják el rólad büszke tekintetüket. Szólj, ha mersz, és mersz szólami. Tudasd a világgal a gyalázatot, hogy Rákóczi Kassáról, Mátyás Kolozsvárról kiűzettetett, s Pozsony az egykori országháza idegen nemzet fővárosa lett. Elvették bányáinkat, erdeinket, vizeinket, és mi csendben nyaldossuk vérző sebeinket. Ébredj fel, kába álmodból nemzetem, s kiáss világgá gyalázatot, hogy Trianon fekély Európa testén. De él a magyar,
Kovács még él, hisz, s remél. És ha majd elfáradtál a nagy kiáltozásban, adjon erőt a nemzeti mája. Rendületlenül a szót soha ne feledd. Tanítsd meg rá a gyermekeidet, hogy a fáklyával ők érjenek célba, mit őseik lobbantottak lángra. És ha majd a nagyházba bebocsájtást nyerünk, célunk csak egy lehet, acélos munkával s gyémánt akarással tisztába tenni az új évezredet.